Ezen a szerveren van egy éppen eladó 5-ös Reaperünk. Meglássuk, mi a helyzet. Viszont áll előttünk teljes diszkületásban egy brig. Srácok, egy szektorra van. Gyertek vissza. Gyorsan kiszuplizzuk őket, mielőtt visszajönnek. Hát... alapszupli. Hallom szövegelni a gyereket. And since they're skeletons, like, they're just there, I would have them so one, they guard the place. I would have skeletons. Basically be like... As I said, carving bones. Ooh. Pont visszajött a srác a hajóra, amikor eldesseltem.
Jó napot kívánok! Nézzük, hogy áll az építkezés. Hagytak-e szanaszét a munkások százösszöget. Hú, van egy gallon a foffon, de jó. Szóljatok srácok, ha menjek vissza. Addig zsebelek. Hopp, egy ballaszból. Megidőm, srácok. Azt ott mondták, hogy nincs. Az elsőt. Adom az elsőt.
balról került, mert befordul elénk. Húzzuk fel az elsőt, mert túlmegyünk rajta. Hátsó ismert fel. Bejózzuk körbe. A hátsót. Majd az elejébe álljunk meg. Mert jobbra forog. Lőjek egy altatós, mielőtt fölmész. Eléggé. Van egy border. Basszus. És tudtam védeni. Van egy borderünk. Ezzel meg sem tudom vágni, basszus. Nagyon érdekesen vág a gyerek. Igen, még? Hát igen, még a border. Túlfordulunk. Visszahúztam egyenesbe. Kicsit mennünk kell, mert fordulnak meg. Fordítam a hajót jobbra.
javítok lent. Kicsit arrébb megyek, mert az a kardos gyerek az nem érdekes volt. Ez lehet, hogy tisztán hal, de úgy vágott basszus, hogy feljött. Kirejtek a srácok a vízbe. Thank you.
Húzzátok ki ide a partra. Kajából viszont nem állunk túl jól, sőt ezt is mondhatom, hogy szarul. Tridentünk. Vízre, hogy jobban kijöjjön. Hol pakoljunk? Hát, lehet, hogy a túloldalra kéne. Hát tudsz állni a túloldalra? Itt elég sokkal jobb. Pakolunk. Dedem! Majd jobb oldalra a sziklára. Hogy kijössz a barlangból, akkor jobb kész felé. Robbantam.
remélem, hogy a hajó arrébb menjen még egy picit, mert... Oké, akkor pakoljunk az elé, ebből a partra. Viszem az Athénákat először. Nincsen treasure-ünk. Aha. Másfél szektor, egy szektor. Csak gyorsabban tudod még így is húzni, mint ahogy ketten pakoljuk. Kiszedtük, ugye? Tessék? Mit? Most egy trident volt még ott. Egy trident volt a teszvisz. Tartottam kézzel.
ugyanazok? Krakenes... Az irány a South East. És nincsen nem is szar is a szerverem. Á, köszmok. Kicsit lejjebb húztam a zenét. És hát attól is függ, hogy mennyire ülök közel a mikrofonhoz, lehet, hogy egy picit távol voltam, elnézést. Remélem így jobb lett egy picivel. Szóval a Fofsoftot gyorsan megpróbáljuk eladni Reaper's Hideout-on. Reméljük, hogy nyugodalmas körülmények között aztán valószínűleg szervert fogunk váltani. Ezzel mondja azt, hogy ezek a gallandos betyárok már a nyomunkban vannak, úgyhogy nem fogják könnyen adni. Egyszer már süllyedtek. Lesz Hideout. Mm-hmm.
az a helyzet, hogy a gallisok azok nem fognak leszakadni rólunk, úgyhogy lehet, hogy nem vihar... igen, lehet, hogy nem viharba kéne fájtolni, úgyhogy... Hideout túloldalán menjünk majd ki a viharból, és akkor ott várjuk be őket. És ahogy ők még a viharban lesznek, majd tudjuk majd őket meglőni, hogy jönnek kifelé. Terveztem.
küldje Kimvet? Vagy még Microban vagy? Kicsit élesebben mögé. Mermédet hallottam. Balra tiszta. Elkapta balra. Ezt nem engedi vissza a játék. Mindjárt is engedni. Ez a 2v4. Élesen balra mögéjük menjünk be. Nem, ha eltalálna. Mint szög. Érdekes, hogy a Blender bombot beadta hitregre, és nem dölt ki az árvóz, de ez a kop szakma. Majd most kidől még egyszer. Hogy a sebességünk, tekerjük be meg a balra. Hátsó vitorlés mehet fel. Hogy ketten vagyunk, csak nincs itt a taz. Egy kicsit közelebb létszik, hogyha tudunk. Fordítja ránk oldalba a hajót. Nincs szög. Elé. Okay. Sok a vitorla. Nem tudom, az a pisztoly erre majd be a hitet.
küldök egy imbet, hát hogy vissza tudsz jönni. Kinéztem ide a srácokra a vízbe. Még nem küldtem, mert úszom a víz alatt. Nem látom semmit a vízben. Próbáld újraindítani a gépet. Még egyszer. És modemet? Ja, de ez nem modem. Mert küldök még egy indet neked. Nem tudok kattintani. Nem tudom kijelölni nevedet a Xbox alkalmazásban. Na hát aznak annyira megrottyanta a játék, hogy kilépett és nem is folytatja a játékot, úgyhogy a mai streamünk is pedig az eladásig fog tartani, és aztán szépen mindenki megy a dolgára. Sajnáljuk, hogy így alakult. Hát aznak már a legutolsó frissítés óta folyamatosan vannak ilyen problémái addig. Ez nem volt ennyire jellemző. Pontosan a harc előtt tényleg egy ilyen 20 másodperccel kritikus pillanatba dobálja mindig ki a játék, mert többször kerültünk emiatt így elég cinkes helyzetbe. Az előző streamben is így kidobta a játék, és kapott még egy jó kis black screen-t is harc közben, úgyhogy izgalmas volt. De hát így nincs értelme folytatni a játékot sajnos, mert ez a 2v4-es gallon is. Ezért kellett az egy kis erőfeszítés, nem süllyedt el nagyon könnyen. Igen, még az volt a szerencsénk, hogy
teljesen noobok voltak, és el tudtuk őket sülyeszteni ketten is. Nincsen treasure-ünk, mi? Úgy egyszerű volna. Hát ez ilyen Tesco-s kis rövid stream volt. Ez a helyzet. Hát az a helyzet, hogy mindig az új frissítések után mindig vannak bugok, és általában csak rosszabb lesz mindig. Lecsúsztunk a Gold Rush-ról. Tényleg egyébként egy ilyen school lehetne kétkezes, tehát lehetne az ilyen apróságot egyszerre vinni kettőt. Ezen a hülyeségünk mondjuk. De akkor nem tudsz kardot rántani. Mondjuk így se tudsz kardot rántani, hogy az egyik kezed van csak tele. Vissza magámat, de mivel ha balkezes vagyok, simán tudnék lőni közben.
hogy ott akarnak a fiúk pukkantani. Szavazás. De azért vannak ezek az oltak, pont arról beszélgetünk az előző játékban, akik ránk jöttek, gallisok, így mindegyiknek ilyen egy-két napos oltakja volt. És hogy hát nagyon könnyen tudnak csinálni új szervert, hogyha bannolják őket. Vesznek 300 forintért egy új Xboxos paszt, aztán jó napot kívánok, tehát hogy ez így elég gáz, hogy ezt így erre van lehetőség. Na hát, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. A mostani goldunk az 414.542 gold. Két gallant csülyeztettünk, és 8 kalózt vágtunk le velük. Ugyanaz a gallon volt, csak még egyszer visszajött hozzánk. Érezte még az erőt magába. Köszönjük még egyszer, mára ennyi, sziasztok!